300 éves játék már a jójó, Kína és Japán volt az örökhagyó, szól a Neoton Familia most egy verseny okán újra mixelt slágere. Az egyszerű, ám mégis végtelen lehetőséget kínáló játéknak 3 napig Budapest volt a fővárosa, hiszen a hétvégén a jójó EB házigazdái voltunk, ám ezúttal nem csak a kontinens, hanem a világ legjobbjai is tiszteletüket tették. Lássuk a menőket, még a szemük is jójózni fog. Konnichiwa, Suzuki Hiroyuki desu. Minasan ga goran ni natteru no wa Digi Sports Channel. Hiszik vagy sem, az imént egy igazi világsztár köszöntötte önöket. Legalábbis a jójósok világában mindenképp annak számít. Sőt, a négyszeres VB győztes Hiroyuki a sportág élő legendája. Hiroyuki Suzuki! Talán ebből már lehet látni, Suzuki miért is számít ekkora névnek a szakmában. Persze, ha mélyebben bele akarjuk ásni magunkat a jójóba, mint sportágba, akkor először ne őt próbáljuk leutánozni, hanem mindent kezdjünk a legelején. Elméletileg azt mondják, hogy ez egy Fülöp-szigeteki fegyver volt még hajdanán, ugyanúgy használatos volt, mint a bumerang, de mások pedig azt mondják, hogy ez egy kínai játék volt, és Kínából még réges-régről származik. Fülöp-szigetek vagy Kína, talán mindegy is. A lényeg, hogy Párizsig eljussunk, ami a jójóban elvileg nem is olyan nehéz. Vannak az eleti kezdő trükkök, például az Eiffel-torony. Ezek ilyen képtrükkök, amiket elkezdtünk. A legjobban tanul meg mindenki. Ezeken után van például a Param nevezetű trükk. Ezek ilyen full kezdő trükkök. Utána vannak elemek, amikkel mindenki, ez dupla vagy semminek hívják például, vagy van a wrist mount nevű trükk. Itt azért már elképzelhető, hogy többen elvesztették a fonalat, bár a jójónak pont az a lényege, hogy azt a bizonyos zsinort sose engedjük el. Persze a profiknál ez alapfeltétel, csak úgy, ahogy az Eiffel-torony. De a legjobb jójósoknak az elmúlt héten nem is Párizs, hanem az Európa-bajnokság helyszíne, azaz Budapest volt az úti cél. A magyar jójó társadalom azonban nem csak mint EB házigazda tud kitűnni a nemzetközi mezőnyből. Ladies and gentlemen from Hungary, Roland Kovács! Európában én vagyok az egyedüli kétkockás freehandes. A kétkockázásnak meg a lényege, hogy van egy mozgó, és van egy álló. Tehát van egy, amivel egy bizonyos részletét csináljuk a trükknek, és a másikkal általában lekövetjük. És utána ezt már lehet fokozni, hogy hát akkor bonyolítsuk még a dolgokat, és akkor... Európában Magyarország igazi jójó nagyhatalom, de a világuralom egyelőre a japánok kezében van. A király pedig még mindig Hiroyuki Suzuki. Wow, fantastic baby. Tényleg eszméletlen, ahogy játszik ebbe a kategóriába. Szinte-szinte már verhetetlen. Legenda abszolút, tehát aki jojózik, ő ismeri. Nincs olyan jojós, aki ne ismerné a nevét. Őt nem is mint jojósként tekintenek már rá, hanem tényleg ő is egy szupersztár kezd lenni kint. Suzuki trükkjei azonban bármennyire is bonyolultak, elmondása alapján sikerének titka mégis igen egyszerű. Why am the best? Hogy miért én vagyok a legjobb jójós? Hát nem is tudom. Talán azért, mert ha meg akarok nyerni egy versenyt, akkor azt meg is nyerem. Persze még neki is akadnak kihívói. Igaz, ők rendszerint a baráti köréből kerülnek ki. Yeah, we started the yo-yo. Mikor 10-15 évvel ezelőtt elkezdtük a jójót, nagyjából egyidősek voltunk Hiroyukival. Szóval nagyon kicsi kora óta ismerem, így nem csak riválisok, de jó barátok is vagyunk. Suzuki jó barátja pedig nem a levegőbe beszél, és ne is a száját, hanem inkább a kezét figyeljék, hisz ő sem ma kezdte. Nagyjából ez az, amire már azt mondhatjuk, hogy a szakma csúcsa. Aki viszont csak most kezd bele, a jójó őt is hamar rabul ejtheti.